Számomra ez a történet már nem csak Pócs doktorról és az egyéni sérelmekről szól, hanem arról a méltatlan helyzetről, amiben a kórház került. Az előző főigazgató megérkezésével elindult egy tisztogatási folyamat. A volt kórházvédőkből álló vezetésnek mennie kellett. Újra a volt hospintvesztesek közül kerültek ki a hangadók. A főigazgató velük vette körül magát. Újra föllángolt gyűlöletük a kórházvédők iránt. Meg akarják őket félemlíteni, lelkileg megtörni. Érthetetlen helyzet. Miért nem lehet már elfogadni a múlt tanulságait? Ki fog itt rendet csinálni? Úgy gondolom, hogy Eger megérdemelne már egy olyan kórházi vezetőt, aki a dolgozókkal és a betegekkel kommunikálva közösen akarja megoldani a problémákat. Akiben van szeretet, és mindkét dolgozói tábor, valamint a betegek megelégedésére munkálkodik. Köszönöm szépen!